Üdvözlök, ismétlen mindenkit! Régen volt ilyen jellegű felvételek. Itt az a van most, hogy nyomom a számítógépet, és közben gondolkozok. Nagyon sokan volt ilyesmi, hogy ingyen lehet nézni a tévét Kodifa. Le lehet próbálni feltelepíteni ezt az alkalmazást. De nem lehet, mert már nem támogatja a Windows 7-es operációs rendszert. Most egy Kodi miatt legyen képes változtatni az egész. Van! 2013-ban lett kiadva, és lehet kapni itten, hogy is hívják ott. Blue screen-t, hogy hibás, csak itt a frissítés. Nyilvánvalóan nem fogom egy Kodi véget, rendszernek a stabilitását. Hát, megy tönkretenni egyre többet. Csinálsz annál. Több frissítés raksz rá, annál is stabilabbá fog válni. Nagy valószínűséggel. A rendszer, főleg nem ilyen új frissített alkalmazásoknál, hogy nem kell ez a Kodi rá, egyszerűen fölösleges. Nem is lehet rajta nézni filmeket, sorozatokat, sokkal egyszerűbb böngészőn át, mint a Kodiba. És mostan tovább tűnődök azon, hogy miért nem volt. A miértet a leggyöngébb munkás elmé keresik csak. A jelenben. A gyönge elme csak a jelenben tud élni. Nem tud a múltba, sem a jövőben. Szóval arról van szó. Úgy kell elképzelni, hogy volt a múltod, és a jövő. És nagyon sokan azt hiszik, hogy a jelenben, amit csinálsz, csak az hat ki a többre. Nagyon tévedés. Múlt kihat a jövőre. A jelen a semmit sem számít. És most tovább mutatom is. Legyen most mi jut eszembe éppensége, hogy nem fogom azt csinálni, mint a többi, hogy megcsinálják ugyanazt a háromszor, négyszer, gyakorolják, hogy tökéletes legyen a videójuk. Nincs értelme annak, hogy tökéletes legyen. Az ráerőszakolt YouTube által való teljesítések egyéni jogokat megvonta a cég. És legyen mostan. Látszik, hogy mik is vannak rajta a számítógépen. Van ilyen sandboxok, uTorrent, mikrotorrent. Nagyon sokan összekeverik UVA, olyában mikrotorrent, kubitorrent. Hát, és legyen. Legyen. Például momböngészővel. És itten nézni azt ad, hogy most kapja az újabb frissítést, frissítve lett. Böngészőt mindig folyton kell frissíteni. Valahogyan mindig van hozzájuk mindig több frissítések. Most már. Néz ki, hogy hibás volt a frissítése. És indult! És itt vannak ilyen böngészők, ilyen top listásokon, hogy mi is van, milyen e-mail szolgáltatások vannak. Na jó, nem is tudom ennék ő. Van ez a Spotify, YouTube, Imageur, Gur, Twitch, keresők, szociál networkök, Mivé, Live, Instagram, VK, Pinterest, hol lehet vásárolni, shopping, eBay, Walmart,
hogy akarsz még, hogy gyorsabb legyen a kereső, lehet támogatni a Start Meet Unlimited Reach Emoji Support. Hirdetés egy évre. $20. Ez már egy évre már. Ha vonta a Pro verzió már ilyen csapat, az már több. Ez a Start Me. Mire is jó? Nem tudom rájönni. Mi is ez a Start Me? A böngészőt szemére lehet szapni. Utassa az időjárást. Nem tudom. Istennek az értelme. Jöjjön a... És itt nagyon nem lehet. El lehet azon gondolkodni. Miért? Miért ez csak a munkás logika keresi? És én most látom a jövőmet. Hogy itt nyithatnák valami céget. Simán 300 ezer dinárt havonta meg kellene keresnem, mert az adó van rá olyan 40 ezer dinár, plusz még az üzlethelyiség, és én nekem legyen 100 ezer dináros keresetem, kb. 400 ezer dináros jövedelmehez kellene jutnom. Olyan kellene nyitni cégecskét, nem hittem várni a szerencsét, türelmet. Ja, most jut eszembe a türelemről. Az adásra, a törődéshez, a könyörgésre. Ez a YouTube logika. És van régebbi videókban, streamekben fel volt mutatva a YouTube-nak a keresője. Milyen videókat is ad be. Hogy mindig manipuláltat mindenkit. Manipuláltatva legyetek. Egy YouTube a legrosszabb szocializációs eszköz, ami lehet. Nincsen. Nagyon sokan azt nézik meg, ami legtöbben látnak. És ahhoz próbálnak illeszkedni. Ugyanez volt az oktatási rendszerben is, hogy ilyen WhatsApp angol kultúrákat kellett tanulmányozni. Rá erőszakoltatni. És mondja mik, és itt vannak, hogy ezek a gyermekkorodra akarnak emlékeztetni. És az ilyen vélem a Lonelybest, Horváth TV, Koreán, Ivászat, az alkoholizmus egyik legnagyobb, erőszakolása. Vegyél minél többet. Ryzen. Szerezni. Hittek. Vén emberek! Megint bejön a... Mi ez egy... Kecske? Ezek vannak ráerőszakoltatva. Nagyon sokan ebbe vattok érezgettek, vagy inkább elvégeztettek.
Én tudom azt, hogy saját eszeg is lehet főzni. Ez a rossz logika, aki szakácskönyvet olvas. Ilyen egyszerű levest. Hát ilyet még én is tudok csinálni. Nem itt figyelni, hogy lett csinálva. Egyszerűen. Megint csinálni. 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 Használni. Még egy volt. Most nem eszembe, de eszembe jutott. Működni. Csinálni. Használni. Működtetni. Csinálni. Használni. Működtetni. Van itt más szókincs is. Főzni. Ennivalót. Ennivalót főzni lehet. Sütni. Nem készítenem. Sütni. Főzni. Grillezni. Nyárson sütni. Hogy rengeteg jelző van. Nem pedig nem. Ezek az átlag. Munkás szavak. Oktatásban. Elhangzottak. Hány éven át hallgattam? Működni. Készíteni. Használni. Csinálni. Működtetni. Használni. Csinálni. Készíteni. Mindenre. Házi feladatot készíteni. Házi feladatot megoldani, hogy pontos legyen. Hogy ez itt a legalacsonyabb szintű beszéd van. Kultúrák? Voltak? És itt vannak még is. MTS, lazulás, szovjet régi motorok, Danászi a popedó, hogy ezt kell nézned. Erre van szükséged. Ennek semmi értelmese nincs egy sokkolónak. Ért, ezt mindenki tudja csinálni, logikus. Ért még egy óvodást fel tud csinálni, rárak egy kapcsolót, és már meg is van. De mi az értelme? Ennek. Ilyen nem is olyan fel se rakni. Valaki csinálja, valakinek rossz a szívműködése, megrázza, megbír. Halni. Ilyen hülyeségekkel van talán a YouTube. YouTube-ot csak a hülye köznép, akik a szocializmusban el vannak szociálódva. Helyzetükben nincs jobb dolguk, míg ledolgoznak 10-12 óra hosszát, azután meg elmennek a YouTube-ban. Ki lehet őket? Nincs más értelmező szótárom. Évezgennek rajta, vagy inkább elvégeztetnek. És itt vannak. Ez a sok-sok gonoszság, ez a YouTube-nak a manipuláltatása, cégek, atom szervek, akárki is áll ez mögött, nem jó szándékai vannak neki, mert ha a saját agykapacitásod növeled, nem dősz be ennek a szociális oldalaknak, ez az egyik a YouTube, meg a másik legjobban, ami nagyon húz, az a Facebook. Többi nem annyira még, vagy még nem. Voltam annyira rajtuk, hogy ne legyen róluk a véleményem. Ezekről jócskán megvan. Nem pozitív hatásai lesznek, hanem negatív hatásai. Egyet nem kell felejteni, mikor a YouTube-on csinálnak valamit, javarészt összeszedték ahonnan ugyanazt a tudást. Ilyen GitHub-ról más program nyitforrás kódoló alkalmazásokból össze lehet karikáltatni. Nem kell még videókat sem meg